Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala. Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett 2023. április 21-én 5.b.2032/2022-es számon a Budai Központi Kerületi Bíróságtól rongálás büntette miatt indított közvádas ügyben. Ezt megvizsgálása elnöki jogkörben átadásra került a Mentelmi Bizottságnak. A Mentelmi Bizottság H/4091-es számon határozati javaslatot terjesztett elő Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi jogával kapcsolatban. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozat hozatal előtt megadom a szót Hargitai Jánosnak, a Mentelmi Bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben. Elnök úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Egy rendkívül izgalmas ügyet hozok ide a ház elé. Egy hete lapozgatom ezt az aktát. És még mindig találok benne szépséget. Jogi érveléseket tekintve legalább annyi ellentmondást is találok benne. Ezt próbálom röviden ismertetni önökkel. Már most előre bocsátom, hogy a Mentelmi Bizottság ülésén a képviselő úr Novák Előd részt vett, és a saját álláspontját is részleteiben menően kifejtette, rávilágítva azokra a tényekre, amit most én itt előhozok. Mivel az ügy tanulságos, ezért most lehet, hogy először kibeszélem az 5 percet ebben az ügyben. 2015-re megyünk vissza időben. 2015 októberében Kossuth tér, 25-40 képviselő összejön, jobbikos képviselő úr, és köztük van, és a szovjet hősi emlékműn lévő jelképek eltávolítására szólítja fel ezt a csapatot. A csapat át is vonul az emlékműhöz. Ott Novák Előd képviselő úr szöveghűen felolvassa a BTK-nak az önkényuralmi jelképekre vonatkozó törvényítéljálását, majd az ott lévő rendőröket megkéri arra, hogy hadd végezhessék már ezt a munkát, hadd távolíthassák el ezeket a jelképekről, az emlékművekről. Van éppen náluk kalapács, véső és létra is. A rendőrök persze nem segítkeznek ebben a műveletben, nem fogják a létrát, hogy ezt a műveletet el lehessen végezni, pont az ellenkezőjét teszik, ebből lesz is némi kalamajka. A dolognak a lényege az, hogy 40 000 forintot el nem érő kár keretkezik az emlékművön, nyilvánvalóan a kalapács és a véső használata következtében. Mit csinálnak a bíróságok? Első fokon a képviselő urat felmenti a bíróság. Másodfokon a képviselő urat felmenti a bíróság. Milyen indokokat hoz fel a bíróság? Azt mondja, hogy ez az emlékmű nem vonatkozik a kulturális örökség részét képező kulturális javak közé, és ezért itt egy erősebb büntetés nem szabható ki, rongálás büntetéről lenne szó. Nem is minősítik garázdaságnak ezt az ügyet, hanem azt mondja ez a két bíróság, hogy itt egy szimpla véleménynyilvántás történt, politikai véleménynyilvántás történt. Ebben az ügyészség nem nyugszik bele, a Kúria elé viszi az ügyet, itt kap új fordulatot, a Kúria nyilvánvalóan iránymutatást ad a bíróságoknak, módosul a vád ennek megfelelően, újra első fok, pénzbüntetésre ítélik a képviselő urat. Másodfok, próbára bocsátják 22.03.9-én. Tehát nem szabnak ki büntetést, hanem azt mondják, próbára bocsátással is elérik azt a célt, amit el akarnak érni. Mi történik ezzel párhuzamosan? Ugye tekintsük ezt a képviselő úr hazafias buzgalmának ezeket a cselekedeteket. Más ügyben is eljár a képviselő úr is. Itt már olyan ügyeket hozok szóba, ami itt járt az országgyűlés előtt. 2019. 29-én a képviselő megrongált egy leszbikus párt ábrázoló képet, ezen valami kár keletkezett, ugye ez egy szellemi alkotás, mindegy, hogy mit ábrázoljon, egy kiállításon történt ez az esemény. Később 2020. augusztus 18-án ugyanezzel az elkötelezettségével összefüggően eltávolít egy szivárványos zászlót egy középületről. Ebből is lesz egy büntetőügy, és ez a büntetőügy 2022. októberében ide kerül a ház elé. Itt rongálás vétségéről szól ez az ügy, ez ide kerül a ház elé, a ház felfüggeszti a képviselő úr mentelmi jogát, és nyilvánvalóan ennek az ügynek el is indul a tárgyalása. Előkészítő eljáráson a bíró, az előző ügy, a 15-ös ügy, ugye, ami próbára bocsátással végződött, szovjet emlékműre emlékeztetőjén mondom, van szó, az ott elvégzett rongálás kapcsán, megszünteti a próbára bocsátást, egyesíti a folyamatban lévő kisebb súlyú üggyel, és egy halmazati büntetést vetít elő. Azért kerül elénk ez az ügy, mert ugye amiben mi kiadtuk a képviselő úr mentelmi jogát, az a leszbikus párral történt események, és mi volt a másik, a zászló eltávolítása, ebben az ügyben kiadtuk a képviselő úr mentelmi jogát, de ehhez hozzá lesz sorolva egy súlyosabb büntető ügy, ami a szovjet emlékművel kapcsolatos ügy. Ezért kell újra a háznak megnyilvánulnia. Tehát azt kellett látnunk, hogy közvádas ügy, hiába nyúlik, mint a részes tészta, még két bírósági fokot biztosra veszem, hogy meg fog járni ez az ügy. Ez nagyon sok mindent elmond a magyar bírósági eljárásról, de mi egy dolgot látunk mentelmi bizottságként, közvádas ügyről van szó. Mi ilyenkor azt mérlegeljük, hogy van-e egy olyan büntetőjogi tényállás, ami releváns, az előterjesztőnek volt-e joga előterjeszteni, és ez kapcsolatba hozható az adott képviselővel. Mindhárom válaszra az igen tudtuk megadni, ezért nyilvánvalóan nem tudunk más tenni, mint a háznak azt javasoljuk, hogy ebben az ügyben a képviselő úr mentelmi jogát függesszük fel, amit ő egyébként kért is. Mielőtt tovább menünk, tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy lefagyott a képernyő. Ennek ellenére fogunk tovább haladni, ez nem fog gondot jelenteni, csak lassabbak leszünk egy kicsit, mint ahogy voltunk. Most megkérdezem Novák Előd képviselő urat, hogy kíván-e élni az 5 perces felszólalási lehetőséggel. Parancsoljon képviselő, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, papírforma szerint ismét elveszítem a képviselői mandátumomat. De a 2016-os a Jobbik köpenyek forgatása miatti lemondásommal szemben ezúttal az Országgyűlés történetében először maga a plenáris ülés dönthet egy mandátum elvételről, majd a jogerős bírósági döntés után. Ráadásul politikai akciók általi véleménynyilvánítás miatt rekezhetnek ki az Országgyűlésből. 13 év Fidesz kormányzás után ott tartunk, hogy míg a börtön helyett itt üldögélő Gyurcsány mandátuma nincs veszélyben, az enyémet elveszik egy szivárványos, na jó, több szivárványos zászló leszedésre, és a szabadságtéri kommunista emlékmű elvileg tiltott önkényuralmi jelképeinek figyelemfelhívó eltávolítási kísérlete miatt lelkiismereti kötelességemnek tekintett cselekedeteim halmazati büntetéséül. A Sztálin szobor ledöntésével lángvágóval közreműködő Pongrácz András 1956-os szabadságharcos felhívására megkísérelt szimbolikus akció, mint büntetőügy most harmadszor is elsőfokú eljárásra indul 8 év után, ami az igazságszolgáltatás újabb szégyene, hiszen pofon egyszerű ügy, kamerák keresztüzében cselekedtem, sosem tagadtam az elkövetést, a mentelmi jogomról is mindig lemondtam, illetve kértem annak felfüggesztését, mégis 10 év elteltével születhet végső ítélet, illetve papírforma szerint mandátumfosztás. Bár felmentettek első és másodfokon jogerősen, de a Kúria új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot. Gaudi Nagy Tamás ügyvédemmel bebizonyítottuk, hogy a szabadságtér már rég nem temetkezési emlékhely, de az ügyészség vádat módosított, hogy valahogy végre elítélhessenek. Csak tavaly született újabb jogerős döntés, próbára bocsátottak, tehát az LMBTQP propagandával kapcsolatos két büntetőügyemet nem a próbára bocsátás alatt követtem el, mégis összekötik most a hármat. 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett a rendőrség, éjszakai házkutatást tartottak otthonomban, illetve idős szüleimnél is, DNS mintát is vettek az új lenyomatvétel és fényképkészítés mellett, mindez pusztán egy szivárványos zászló bevonása miatt, így próbálja a kormányzat megfélemlíteni a devianciák propagálásával szemben felsorakozott normalitáspárti erőket. Sőt, titkosan elrendelték mobiltelefonom kimenő és bejövő híváslistájának ellenőrzését, társadalmi kapcsolataim felkutatását, amint egy 1000 oldalas nyomozati anyagban. Ezt a megfigyelési dokumentumot közzé is tettem most Twitter oldalamon. A Gyurcsány-Bajnai rezsim idején 5 különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy törvénytelenül állítottak elő, miközben jogszerűen egyszer sem sikerült nekik. Ahogy akkor megpróbálták a garázdasság gumiparagrafusát ráhúzni minden nemzeti ellenállásra, úgy vádol most az ügyészség engem is a definíciójával, olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottam, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Pedig a kihívóan közösségellenes magatartást épp hogy például azok követik el, akik a szivárványos zászlót kitűzték. Szerintem. A kormányzat ezt máshogy látja. És bár több szimpatizánsunk javasolta nekem a mandátumom megmentése érdekében, de nem kérek kegyelmet. Legyen ez az ügy figyelemfelhívás, hogy változtassanak a kormány politikáján. Ami pedig a mentelmi jogot általánosságban illeti, a Mi Hazánk mozgalom eltörölni ezt az idejét múlt politikusi privilégiumot, hogy ne bújhassanak a mögé a farizeus politikusok. Egyetlen pártként képviselőink mindig megszavazzák mindenki mentelmi jogának a felfüggesztését. Leszavazták a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott alaptörvénymódosításunk tárgysorozatba vételét, mondván ebben egységes joggyakorlat van nemzetközi szinten. Ez azonban hazugság, igenis van több európai példa a mentelmi jog eltörlésére vagy korlátozására. Az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségre vonástól. Javaslatunk leszavazását azzal is indokolták, hogy közvádas ügyekben úgysem élnek a mentelmi joggal, de ezt is száfolnom kell, több ilyen eset volt Orbán és Gyurcsány kormányok alatt egyaránt. Fideszes képviselőkkel szemben például magánokirathamisítás, hűtlenkezelés, sebességkorlátozás jelentős túllépése ügyében kérte az ügyészség mentelmi jog felfüggesztését, hiába, míg a DK-s árnyékminiszter Arató Gergelyt életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés vétségével bújt a mentelmi joga mögé. Az alaptörvényben az a hazugság áll, a törvény előtt mindenki egyenlő, csak ugyebár vannak egyenlőbbek. Kérem tehát a mentelmi jogon felfüggesztését, miként a mentelmi jog eltörlését is. Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az országgyűlés függesse fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem ezért a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés Novák Előd mentelmi jogát, majd mondjad, hogy jól látom-e. 72 igen, 23 nem, és 36 tartózkodó szavazattal nem függesztette föl.